A vízkereszt régebben a karácsonytól is jelesebb ünnepe volt a katolikus egyháznak. Ez a három napkeleti bölcs Jézus előtti hódolatának napjára való emlékezés. És ehhez az ünnephez kapcsolódik Jézus megkeresztelése is. Keresztelő Szent János a Jordán folyó vízében keresztelte meg az Isten fiát. A víz a keresztény világban talán a legtöbb jelentéssel bíró jelkép, hisz a keresztségbe is víz által kerülünk, de Jézus maga is a víz, a tisztító, az életet adó. Balatonfűzfőn ez alkalomból új hagyomány éled, Laposa Norbert a Jézus szíve plébánia új plébánosa ötlete nyomán. A természeti kincsünkhöz a Balatonhoz zarándokoltak ki a hívek mise után, hogy a partján áldást mondjanak. Amikor most Isten áldását kérjük a Balatonra, gondoljunk arra is, milyen nagy kincs a víz. Felelősségteljesen kell vele bánni. Hálásnak kell lennünk a Teremtő Istennek mindenért, a földért, a levegőért, a vízért, a természet szépségéért, az életért. Assisi Szent Ferenc naphimnuszából idézve magasztalta az Urat, majd kért áldást a jelenlévőkre és mindenkire, akinek köze volt vagy van a vízhez. A vízkereszt ünnepének a fontosságát most már egyre inkább látjuk, hogy visszatér, hiszen az egyház liturgikus ünnepei között parancsolt ünnep már a vízkereszt, tehát szent misével kell megünnepelni. És hát a hely adott ahhoz, hogy ne csak a templomba áldjuk meg a vizet, ne csak ott szenteljük meg, hanem Balaton partján az élő vizet is áldásban részesítsük, hiszen ez egy olyan páratlan kincse magyar hazánknak a Balaton, amit nagyon is kell értékelnünk és hálát adni érte a mindenható Istennek. És az áldás az mindig jól jön a Balatonra is, azokra is, akik a Balatonon hajóznak, akik halásznak, horgásznak, az üdülőknek, a búvároknak, mindenkinek, úgyhogy mindenkit igyekeztünk belefoglalni, és nem utolsó sorban megemlékeztünk azokról az elhunytakról, akik az évek, évtizedek során sajnos a Balatonba fulladtak, és őértük is imádkoztunk a templomban, az ő lelki üdvükért ajánlottuk fel a Szent Misét is. Marton Béla polgármester elsőként állt a kezdeményezés mellé. Mint mondta, ő a Balaton szülötte, természetes közege a víz, így nagy örömmel támogatta ezt az eseményt. A magyar tenger kapcsán a magyarságot emelte ki, rávilágítva arra, hogy mennyi minden értéke van e népnek, ami különlegessé teszi a világban. Sokan érkeztek a Balaton megáldására. Én ezt azért találom jó ötletnek, mivel itt a több generáció is összetalálkozhat, és egy új hagyományt együtt tudunk megteremteni, amit remélhetőleg fenn is fogunk tartani. A vízkereszthez számos népi hagyomány is kapcsolódik, ekkor szedik le a karácsonyfát, locsolnak szentelt vizet házaikra, de ekkor kezdődik a farsangi időszak is.